határozzuk meg az fx deriváltját, ha az fx az egyenlő ln x négyzet plusz 1 per x a negyedike. Mielőtt elkezdjük a deriválást, egy mondatot beszélünk a kikötésről, milyen x-ek alkalmasak ezen függvény értelmezési tartományába. Hát kérem, ha nézzük a zárójeles kifejezést, ott látunk egy törtet, a törtőről azt tudjuk, hogy a nevező nem lehet nulla, az x a negyedike ne legyen nulla, vagyis az x-ot nem lehet egyenlő nullával. Továbbá azt is tudjuk, hogy a logaritmus függvénynek az értelmezési tartománya az a pozitív valószámok halmaza, vagyis a zárójeles kifejezés az csak pozitív lehet. Ezzel nincs gond, hiszen a páros kitevők miatt mind a számláló, mind a nevező az pozitív, hiszen megbeszéltük, hogy a nevező nulla nem lehet, így akkor a törtértéke biztos, hogy pozitív. Jó. És akkor most nézhetjük a deriválást. Akkor tudjuk megoldani ezt a feladatot, hogyha felismerjük azt, hogy ez egy összetett függvény, van egy belső függvényünk, ami a zárójeles kifejezés, és van egy külső függvényünk. Továbbá azt is kell tudnunk, hogy a belső függvény önmagában egy hányados. Tehát ismernünk kell az összetett függvény deriválási szabályát és a hányados függvény deriválási szabályát. Jó, nézzük. Ln x-nek az lenne a deriváltja, hogy 1 per x, tehát vesszük az x-nek a reciprokán, azaz, hogyha elkezdem deriválni a külső függvény szerint, tehát az ln x szerint, akkor az f derivált az egyenlő, a zárójeles kifejezés reciproka, vagyis x a negyediken per x négyzet plusz 1. Ez abból jön, hogy 1 per x-ben, az x-ben van az, hogy x négyzet plusz 1 per x a negyediken. Jó, meg vagyunk a külső függvény deriváltjával a belső helyen, szorozva, most jön a belső függvény deriváltja, itt pedig a hányados deriválási szabályát alkalmazunk. Kell nekünk a számláló deriváltja, itt csak az x négyzet számít, hiszen a plusz 1 az konstans, x négyzet deriváltja 2x, szorozva a nevezővel x a negyediken, mínusz, most pedig leírom a számláló, szorozva a nevező deriváltját, az pedig x négyzet plusz 1, szorozva 4x köbben. Figyelni az árójel használatára kell. És az egészet elosztjuk a nevezőnek a négyzetével, azaz x a negyedikennek a négyzetével, ami egyébként x a nyolcadikon. És már készen is vagyunk.